dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség Jézus Krisztusnak. Köszöntök mindenki szeretettel. Ma este az ikonokat fogjuk szemlélni, és bevezetőként két gondolatot szeretnék mondani. Ez egyik az, hogy fontos, hogy az ikonok egyfajta misztikásukban, szükségünk van a misztikára, hogy ne legyen az életvezetésünk csak racionális, ne legyen csak dogmatikus, csak okos, hanem szükségünk van a misztikára. Kár lenne azt mondani, hogy a jövő kereszténysége vagy misztikus lesz, vagy semmilyen, szükségünk van rá. Az ikonok megpróbálják ezt a misztikát közelhozni. Ma este egy ilyen misztikus est lesz. A másik, amit szeretnék mondani, hogy nekem veszőparipám az, hogy a teológiából kell élni. Bocsánat, nem csak az egyszerű spirituális teológiából, nagyon bocsánat, hanem a nehéz teológiából. Akinek nehéz az élete, már pedig a legtöbbünknek jó nehéz az élete, az ne akarjon olcsó gondolatokból, olcsó teológiából nehéz életet vezetni. Szükségünk van a nehéz teológiára. És az ikonokban az a nagyszerű, hogy közel hozzák a nehéz teológiát, a dogmákat, majd mindjárt fogok róla beszélni. Tehát tessenek elképzelni az egyszerű írni, olvasni nem tudó bizánci vagy orosz embereket, akik lehet, hogy nem tudtak írni, olvasni nehéz teológiát, de az ikonok a mindennapi életükhöz közel hozták a nehéz teológiai gondolatokat. És tudták élni a maguk nehéz életét, nehéz teológiai gondolatokat. Engem zavar, amikor szétfaplózzuk az életünket, hogy van dogmatikus életem, van liturgikus életem, van morális életem, meg van spirituális életem. Szétszedjük az életünket, pedig a valóságban egyetlen életünk van. Az ikonok ebben akarnak segíteni. Na hát én ma este az ikonokat fogom dicsérni, bocsánatot kérek, hogy a magam lovát dicsérem, legyen már szabad. Nem a nyugati világ ellen beszélek, hanem a magam lovát szeretném dicsérni, és esetleg már ezt ilyen érzékeny szívvel fogadom. Onnan indul a történet, hogy a kereszténység, amikor elindul, akkor tudjuk, hogy ilyen nagy szobroknak kellett áldozatot bemutatni. Elég sok vértanúk volt, akik nem voltak hajlandók a császár szobrok előtt, meg a pogány istenek szobrai előtt áldozni, és amikor a kereszténység vége elkezd építeni saját magának templomokat, feljön a föld alól, ugye a nagy konstantini korszak után, a szobroktól mindig idegenkedtünk. Pontosan emiatt a sebes múlt miatt. És a keleti egyházban ez úgy is fog alakulni, hogy a keleti templomokban nincsenek szobrok. Nálunk az ikonok, a festészetben lesz a főszerep. Az elején szeretnék mondani 6-8 diát nehezebb teológiát, még valamilyenkor egy kis figyelet rá, és utána majd 100 képet fogok említeni. Egy picit az elméletről hadd beszéljek az elején, hogy hogyan kell az ikonokhoz közeledni. Azt érezzük, hogy a nyugati emberben is van egy nagy vágy, egy érdeklődés az ikonok felé, gondoljuk tetszére, gondoljuk sok-sok római katolikus templomra, ahol szintén ikonokat látunk, és a nyugati ember is érdeklődő, misztikusnak tartja, de nem érti azt. Picit hadd beszéljek az elméletről, hogy hogyan is kell nézni az ikont, mit kell látni, és mit nem kell látni az ikonokon. A keleti kereszténység megszenvedte azt, hogy ha már szabad ábrázolni az Isten, akkor akár még nem szabad ábrázolni. Ez az ikon rombolásnak az időszaka volt, a 8. században körülbelül. Több hatásra is elindult az ikon rombolás, ilyenkor elégették, tönkretették az ikonokat, többféle hatás miatt. Az egyik volt, zsidó-muzulmán hatás, amelyek azt mondták, hogy Isten nem szabad ábrázolni. Csak virágok, ornamentikus díszek, de semmi arc, semmi alak. Ez beszüremkedett az egyházban is. Aztán a korábbi festményeken egyfajta túlzott érzékiséget lehetett látni. Túl sok érzelmet. Túl sok harag az angyalok arcán, vagy túl sok báj az angyalok arcán, és elvonja az ember figyelmét a lényegről. Túl sok volt az érzelem a korábbi festményeken, és nem a lényegre irányították az imádkozó embernek a figyelmét. Ezért lesz úgy alakulni az ikon, hogy egy picit ilyen fa arc. Direkt nem az a lényeg, hogy sok-sok érzelmet keltsen. Aztán voltak eredetlenségek, amelyek azt mondták, hogy Krisztusnak csak a lelki természete a fontos, nem szabad testben őt ábrázolni. Ezek ilyen monofizita eredetlenségek voltak. Elkezdték Jézus testét tagadni, testi valóságát, nem komolyan, mert csak a lelki valóságát. Aztán voltak olyan babonás népszokások, természetesen jut az keletre is,
hogy az X szent ikonokról elkezdték levakarni a festéket, és akkor azt megitatták a betegekkel, meg nem tudom én. Voltak ilyen babonás népszokások, akik az ikonokat nem jól használták. És akkor erre is beindult a képrombolás, hogy nagy szélkattak a keresztény emberhez. Az egyik legkomolyabb indok az volt, hogy amikor lefestjük Krisztust, akkor csak az emberi arcát tudjuk lefesteni, az emberi természetét. És erre a zsinati atyák azt fogják mondani, hogy mi a személyt tiszteljük és imádjuk, és nem az emberi természetét csak. Jó lehet, csak az emberi arcát tudjuk lefesteni, az isteni arcát nem. De hogy mi nem az emberi természetet imádjuk, hanem a személyt, akit ábrázol. Van itt még sok-sok hatás, ami miatt tetszenek látni, el kellene jutni odáig, hogy szabad a szentet megfesteni, szabad ábrázolni, de azért akárhogy nem. Azért akárhogy nem. És ekkor indul el az ikonfestészetnek a kánonja. Az, amiket ma látunk az ikonokon, azt kérem, egy hosszú küzdelemnek az eredménye. Az egy eredmény, hogy idáig eljutottunk. A szent megfesthető, de nem akárhogy. A damaszkuszi Szent János és mások voltak a nagy védelmezői annak, hogyha Isten megmutatta magát testi alakban, emberi arcban, akkor szabad nekünk őt ábrázolni. Tehát nem kell visszatérni a zsidó ábrázolási tilalomhoz, ha Isten megmutatta magát, akkor ne taszítsuk vissza föl a mennybe. Szabad őt ábrázolni, és ha megtestesült, akkor szabad az anyagi világgal, festékkel, szabad őt megjeleníteni. A szent megfesthető, de nem akárhogy. Hát ennek ezt a mondatot meg kéne fontolni a családi életünkben, a nyugati festészetben és mindenütt. Szabad a szentet ábrázolni, de nem minden igazi szent kép, ami Jézus ábrázolja. Egy küzdelem az fontos, hogy ha ábrázoljuk akárhogy. Ikon elv. Az ikon elv azt jelenti, hogy tessenek nézni, ott készül az ikon, ki festi az ikon. Mi hisszük azt, hogy amikor a festő böjtöl és imádkozik, akkor az Istennel együtt működve festik. Tehát az ikont ketten festik. Nem csak emberi alkotás, hanem maga Isten is kinyilatkoztatja önmagát az ikonon keresztül. Úgy mondjuk nagyon szépen, ez egy ikon elv, hogy az őskép az erejével jelen van az ikonban. Nem egyszerűen egy kép, hanem maga Isten is közben működik, hogy ez a kép jól készüljön el. Ez egy nagyon, nagyon fontos gondolat, hogy ikon például a természet is. Hogy maga a természet az alkotójáról beszél, és Isten olyannak teremti a természetet, mint ikon, hogy az alkotót az mögötte föl tudjuk ismerni. Ikon a pap is. És maga az Isten működik a papban, hogy fölismerhető legyen az Isten. Tehát ez gyönyörű szép elv, hogy nem egyszerűen a kép elkészül egy jókezű festő által, hanem maga az őskép is működik, együtt működik, hogy az ikon elkészülésen erejével jelen van. Ezért szeretjük az ikonokat a templomban, a családi házban, az autóban, mindenhol, hogy erejével jelen van az őskép, az eredetiként. A másik ikon elv, hogy az ikon a szentet közel hozza, de el is rejtel. Őrzi a távolságot. Kicsit ezért fakadsz, hogy nem gondoljuk mi, hogy magát az Isten ábrázoljuk. A fátlat ábrázoljuk. Tetszenek érteni, hogy az ikon mögé kéne nézni, amikor csak a fátlat látjuk. És nem akarni teljesen részletezni a szemöldököt, az arcvonásokat, meg minden ilyesmit, mert akkor maga a fátyol elvonni a tekintetünket. Hanem pontosan csak nagyszólni akarni, hogy mögé nézzél. Aki ott mögötte van, az az élő arc. Na az az izgé. Az élő arc. Nem akarja az ikon nagyon magára vonni az emberi figyelmet, hanem pont azt akarja, hogy transzparens legyen, hogy nézzél mögé. Közel hozza a szentet. Ugyanakkor nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy őrzi is a szentnek a nem ismeretét, a negatív teológiát. Egyszerűen tudni, az idei nagybőgét elállom, mennyire van egy személyes, nekem arról szól, hogy Isten távol is van. Mi sokat mondjuk, hogy Isten közel van, mindig meghallgat, mindig veled van, mindig megbocsát, persze, ez is igaz. De az is egy őszinte állapot, hogy Isten olykor távol van, és csöndben van. Gondoljon csak mindenki arra, amikor fájdalom érte, hogy milyen nehéz, hogy hol van a
bántalmazás ért a családodat, a gyermeket, hol van az igazság? Pont én kapok rá most a daganatot. Hogy hogy mennek a világban a folyamatok? Hogy itt annyira kellene nekem az isteni megvilágítás, amikor alternatívák állnak előttem, fiatalok előtt, hogy meg is az Isten csöndben van. Szóval az is egy őszinte állapot, hogy bevalljuk, hogy olykor Isten távol van. És az ikonok ezt őrizni akarják. Ez azért fontos, hogy egy jó ikon archoz oda mehet az ember akkor is, amikor szerelmes, amikor gyermeke született, és azt fogja érezni, hogy az ikon arc velem van, és akkor is, amikor nagy fájdalmunk van. Amikor nagy betegség, nagy gyász, nagy igazságtalanság, a gicses Jézus archoz arca nem tudunk ilyenkor nézni. Az ikon arca igen. Tehát az ikon őrizni is akarja azt, hogy nem tudunk mindent az Istenről, negatív teológiát. Isten olykor távol van és csöndben van, fátyol akar lenni, fátyol akar lenni. Ezt őrizzük a templomban is, ugye ez az ikonosztáz, a két fal, mögötte van a szentély, és ott történik az eukarisztiának az átváltoztatása. Ez a két fal tele ikonokkal, ez tulajdonképpen az egész Új és Új Szövetség, a gyerekeknek ezen tanították meg az Új és Új Szövetséget, az ünnepek történetei, Krisztus Isten szülő, szentek, sok-sok minden. Ezen keresztül tanították meg ezt. Közel is hozza a mennyekországát a hívekhez, akik itt ülnek a hajóban. Közel is hozza a mennyekországát, meg el is rejti. Őrzi is a misztériumot, nem racizzuk az Istent. Őrzi a szentséget a misztériumot. Van egy ilyen ikonunk, aki ismerhetetlen Isten arc. Pontosan nem tudom, kicsoda az Isten. Isten misztérium, Isten titok. És én pont azért tartom fontosnak, hogy az imádságunkban sokkal több tisztelet legyen. Szeretjük mi az Istent. Tényleg igyekszünk a barátaim, de tisztelet. Többet nem tudunk az Istenről, mint amit tudunk. Nagy-nagy tisztelettel megszólítani a liturgiának, a saját imádságainkban vagyunk, a szentáldozáshoz járunk. Az ikon őrizni akarja ezt, hogy pontosan nem tudok ki az Isten. A harmadik ikon elv, hogy nem egyszerűen ábrázolni akar az ikon, nem csak esztétika kíván lenni, hanem az ikon szól és felszól, etika akar lenni, meg akar szólítani. Kérem, az ikonban az a legizgalmasabb, hogy úgy mondjuk, hogy festett teológia, olyan, úgy mondja Damaszkuszi Szent János, hogy ami a szó a fülnek, az a kép a szemnek. Ugyanaz. Megfestjük a szemetet is. Ez is egy kinyilatkoztatás, ahogy a Bibliában írja a szent szerző, a sorok között kinyilatkoztatás történik, itt ugyanez történik, festő a festő, és maga Isten kinyilatkoztatja önmagát. Tehát, amikor olvasok a Szentírást, nem egy történetet olvasok Jézusról, hanem a sorok között azt érezzük, hogy nekem szól, és engem megszólít. Na, az ikonokkal szemközt ugyanezt keressük. Nem egy történetet ábrázol, hogy mit csinált Krisztus régen, hanem, hogy nekem szól, és engem megszólít. Az ikonokban ez a legizgalmasabb, hogy élővé válik az arc, és megszólít, bevon engem is. Tehát nem puszta esztétika. És ezért lesz az nagyon fontos, hogy nem is törekszünk az esztétikai szépségre, hanem döntést akar az ikon, megszólítani, bevonni akar az ikon, sokkal mélyebb réteget akar bennünk megérinteni, mint pusztán az esztétika. Az esztétika. Az ikonok jelentősége. Miért festünk ikont? Miért fontos, hogy legyenek ikonjai? Az első a történelmi indok, hogy megtestesült az Isten. Szabad folytatni az anyagvilágban az ő ábrázolását, mert ő maga is az anyagvilágon keresztül kifejezte a velünk létét. Ennek a csúcsa az az eukarisztia, a kenyér és a bor anyaga. Az ikonok nincsenek azon a magas szinten, mint az eukarisztia. De nem is egyszerű festmények. Tetszenek érteni, mert valahol kettő között. Szent képek. Magában az anyagban Isten továbbra is velünk van. A megtestesülés tulajdonképpen folytatódik az ikonokban. Az ikonokban. Tehát nekünk drágák az ikonok, mi keretjén, amik abban növünk fel. Másik egyszerű szent kép. Isten velünk létét jelenti. A megtestesülés folytatódását jelenti nekünk az ikon. A pszichológiai indok azt jelenti, hogy a jó példát jó a szemünk elé tenni. Példaképeket, az elitet, a szenteket. Jó dolog őket látni. És ha szemünk előtt van a példájuk, a történetük megfestve, akkor engem is könnyen vonzanak. Tehát van pszichológiai indok az ikonoknak. A
didaktikai elv azt jelenti, hogy tanítanak az ikonok, minden vonásnak, színnek, aránynak, mindennek van jelentősége, tanítani akarnak, nem akar, nem egyszerűen csak ábrázolva, hanem minden mögött tanítás, ahogy egy példát mindjárt mondom. Természetesen van esztétikai jelentősége is, hogy a szép az vonzza az embert, de ide írtam azt a szót, hogy a nemes szép, majd tetszenek látni Máriának az arcát, egy ikonikus arc, egy nemes arc, nem egyszerűen klasszikus Michelangelo arc, hanem egy ikonikus arc, tehát egy nemes szépet akar az ikon ábrázolni. A teológiai indok, ez a legfontosabb, hogy az ikon az festett teológia. A teológiai eszméket, igazságokat festünk meg, nem megírjuk, hanem megfestjük ezeket. Egyébként az ikon festése a görögül azt használjuk, hogy grafein, hogy írjuk az ikont, írjuk, nem festjük, hanem írjuk, pont úgy, mint a teológiát. És az etikai, hogy megszólít az ikon, te magad legyél ikont. Te magad válj ikonnál. Az ikont tehát tisztelet illeti, nem imádjuk az ikont, akit ábrázol, azt imádjuk, az ikon előtt hódolni kell annak, akit ábrázol az ikon. Az ikon festészetnek a kármonja, hát ez, erről egy hétig tudnánk beszélni, hogy mi mit jelent az ikonokon. Néhányan adnak. A legfontosabb, hogy amikor ikont fest a festő, pont azért, mivel ezt mondtam, hogy a teológiát festi meg, kérem a teológiát ki írja össze, hogy mit hiszünk. Azt az egyház írja össze a lélek vezetésével. Amikor ikont fest egy festő, nem azt fest, amit ő akar, hanem amit az egyház megszab neki. Azaz, akár, hogy ikont nem szabad festeni, az ikont nem az önmegvalósításnak a terepe, hanem azt festjük meg, amit az egyház elő ír. Akár, hogy nem szabad ábrázolni Krisztus, az Isten szülőt, a szenteket, megvannak a szabályok. Miért? Mert az egyház hitét festi a festő. Hát ez nekünk nyilván egy nagy küzdelem mindig a festőkkel, természetesen nálunk ez már köztudott, de a templomi művészetnél ugyanígy, a mindenféle művészeti alkotásnál ugyanígy, akármilyen műalkotást nem viszünk a templomba, akár nem lehet egy templomot megépíteni, akár nem lehet egy ikont megfesteni, hanem itt az egyház szabja meg a kármont. Az egyház szolgálatába áll a művész. Jelentősek a színek. Egyébként zárójában annyit hadd mondjak, hogy templomban akárki nem festett. Ezt mindig a püspök dönti el. Ki az, aki fest? Azért, aki jó kezű festő vagy, a templomban még az még nem szedi. Nem teheti be. Akik viszont a templomban, akiknek megjelennek az ikonjai, azokon ott van a pecsét, hogy a püspök ezt elfogadja, hogy egy hiteles személyiség. Fontosak a színek az ikonokon, a perspektíva, hogy csak egy ilyet hoztam, tessenek nézni, a normális perspektíva azt jelenti, hogy a vonalak így a végtelenben összefutnak. Ezt szoktuk meg, ezt a perspektívát. Az ikonokon fordított perspektíva van, a vonalak felé futnak, és ezért lesz ilyen furcsa a szék, meg az épületek, meg egy-két ilyet fogok látni. Azért, mert innen nézem én az ikont, és engem be akar vonni az ikon. De ez a 3D. Tehát, hogy odaállok az ikon elé, és engem be akar vonni. Nem egyszerűen nézek valamit, ami tőlem egyre távolabb kerül, hanem nézek valamit, ami engem egyre jobban bevon, és egyre jobban közelebb afelé, amit ábrázol az ikon. Olyan drága volt nekem Fila Béla professzor úr, amikor súlyos szívműtéten átesett, szerintem Magyarország legnagyobb dogmatika professzora, elmentem meglátogatni a szívműtét után, és kérdeztem, hogy professzor úr, tessék már mondani, milyen lesz meghalni. Nekem, mint papnak mindig osztani kell az észt a betegár mellett, tessék már mondani, hogy milyen dogmatikusan kell. Azt mondja, azt érzem, hogy ahogy el vagy lassan az erő, már oda se jutok el, már azt se fogom elolvasni soha, egyre inkább fizikailag lassan oda préselődöm a székbe, az ágyhoz. És amilyen sebességgel a világból lassan kivonulok, azt mondja, ugyanolyan erővel azt érzem, hogy szalad felé az Isten. Hihetetlen, sokkal szépen az ikonokban. Be akar engem vonzani, hogy menjek arra felé, és nem eltávolodok tőlem. Tehát fordított perspektívát látok. Fontosak az arányok, nem törekszik az ikon természettudományos ábrázolása. A nagyobb alakoknak nagyobb a jelentőségük, akiket kicsinek festünk, meg kicsi a jelentőség. Tehát az arányoknak is van jelentősége. A fény nagyon izgalmas, fogjuk látni, hogy nem föntről fény és árnyék, hanem ahol Krisztus
az új nap, új világosság. És egy utolsó darab, hogy egy drámát fővízni kell az ikonokon. Ezek a meseszerű képek, szent képek, ezek a jó és reggel képek, nem? A drámát fővízni akarjuk. Ami kereszt itt van az életünkben, amit az ikonoknak is fővízni kell valahogy a drámát. De a húsvétot is, hogy velünk van már az Isten. Az isteni távolság már sohasem abszolút sötét, velünk van. Szóval egyfajta drámát, azt látunk az arcokon, kérem, az ikon sosem vigyorog és nem sír. Ez hihetetlen. Kiegyensúlyozott archaragata. Egy-két ilyen ember már én is láttam, nem sokat. Volt egy szerzetes Berlinben, azt mondták róla, hogy ilyen ikon arca van, nem látták nevetni 5 éve. Most stoppal kimentünk egy baráttól, és jól megörögtettük, nehogy már. És tényleg olyan arca volt, hogy ikon arca, kicsit már túl volt az érzelmeken, nem vigyorgott és nem sír, hanem látszott, hogy ő egész nap az Istennel szemez. Gyönyörű szép arc. Na, az ikonok ilyen arcot akar. A világot ikonikusan szemléljük. Az egész szeretett világ egy nagy ikon. Mögé nézünk, a festő önmagáról állókodik a műalkotásán keresztül. A Biblia is egy ikon. Mi a keleti szertartásokban úgy is használjuk. Körülvisszük magasra, mint egy ikont az evangélius könyvet, megcsókoljuk. Áldást adunk vele, pont úgy használjuk, hogy egy ikont az evangélius könyvvel. Maga az egyház is egy ikon, túl akar mutatni önmagát, a templom is egy ikon, a liturgia, a pap is egy ikon, ikonikus szemlélet. Minden mögé, mint a vízjel, mögötte akarjuk a fátyol mögött látni a teremtőt. A mindennapi életünket az ikonok így meghatározzák gyerekkortól, és hát tetszenek látni, tehát megszokják az ikonokat. És ezt direkt hoztam ezt a képet, rengeteg ikonfestő tábor tartunk, meg gyerekeket ikonfestő foglalkozást tartunk. Tessenek elképzelni, hogy pszichológusai állandóan mondják a fejlődés lélektanban, hogy a kamasznak az a dolga, amikor leválik a szülőről, akkor egy kicsit leválik az Isten képéről is, ahogy a szülőnek az Isten képéről. És el kell kezdenie keresni a saját Isten kapcsolatát. Ugye ez egy nagy feladat. És azt szeretnénk, hogy amikor leválnak rólunk a gyerekeink, az Isten ki ne hajítsák, hanem te csak keresd meg a saját személyesetben. Most tessenek elképzelni annak a lélektani hatását, hogy a kamasz gyerekeink ikont festenek, és azon döprengenek, hogy milyen lehet Mária arca, meg Krisztus arca. Micsoda hatása van annak, hogy nekem kell döprengeni az ő arcukat. Óriási. Utána, amikor megfestjük ezeket az ikonokat, fölragasztjuk fára, beviszünk a templomba, és a pap megállja az ikonokat, megszentel az ikonokat, hogy az őskép perejével legyen jelen az ikonban, hazaviszik és fölveszik az ágyuk fölé, a kis asztaluk fölé. Nem egyszerűen a boltba vettük, hanem beviszünk a templomba, és megszenteljük az ikonokat, és utána ők ezzel öregednek, ezt viszik magukba. Esküvőre nagyon szeretünk ikont adni, most kávé főzünk adjuk. Hogy ez öregszik velük. Ez öregszik velük és megy velük. Jobb esetben majd a gyerekeikre hagyják. Mit hagyok én a gyerekekre? Mit hagyok? Hogy kellene ilyen ikonokat beszerezni, hogy ezt ráhagyni, hogy az én apám, nekem is milyen nagymamám kibírt két világháborút ilyen ikonok előtt, azoknak lelke van. Hogy ilyenekkel együtt telerakja a lakást, ilyenekkel együtt élni, van egy ilyen családi szentély. Ilyet itt lehet imádkozni. Család meg tud állni egy kicsit, és ezeket az ikonokat, amikor meghalunk, akkor a gyerekeink öröklik és viszik tovább. Csoda nagy dolog lehetett, amit időseket látunk, akik hát megharcolták, drága ikonjainkkal megharcolták az életnek a keménységét, és milyen jó dolog az, hogy na egy ilyen ikon, amikor tőlük öröklik. Akármilyen megkopott meg a... Úgyhogy annak lehetett. Tehát csoda nagy dolog az ikonokkal együtt élni, és generációról generációra az ikonokkal együtt az Isten szeretetét átadni. Hogyan készül el az ikon? Az ikon festés, mivel azt mondtuk, hogy maga Isten is festi az ikon, mindig úgy készül, úgy kezdődik, hogy az ikon festő imádkozik, ha nem szerzetes, akkor is. Imádkozik bőjtől, és igyekszik erkölcsileg tiszta lenni, hogy tiszta kézzel festse az ikon. Tehát ő maga is készül arra, hogy megfesse az ikon. A jó ikonok így készülnek mindig imádsággal és böjtöléssel, hogy Istenem, te is fogd azt az ecsetet és együtt festni. Szent Lukácsot látjuk az ikonfestő védőszentjét, a hagyomány szerint ő festette meg először az Isten szülő
Máriát, tetszene látni, az angyal fogja az ecsetet. Együtt festik. Na ezért lesz az, hogy az ikonokat nem szokták aláírni a festők, hogy festette Pap Miklós a világ esze, hanem nem írjuk alá. Nem írjuk alá azért, mert hisszük azt, hogy Istennel együttműködtünk. És nem fontos, hogy ki festette. Nem fontos. Az ember, emberi oldal nem fontos. Úgy kezdődik az ikon festés, hogy a fa anyagot előkészíti. A fát. Hát persze nekünk ez hiszi, hogy veszünk egy darab fát, és melyik fa milyen? Az egyik görcsös, a másik tuskó, a harmadik szárkás, a negyedik kemény fa, a harmadik túl puha fa. Ezek a fák, ezek mi vagyunk? Nyers anyagok vagyunk. Melyik ki görcsös, ki szárkás, ki puha, ki kemény, ki tuskó, vagy milyen fák vagyunk? De ez egy nagyon szép dolog, amikor látok egy darab ikont, tudom azt, hogy én is ilyen vagyok, ilyen nyers fa. És ezt a nyers fát megmunkálják, szépen lesimítják, megalapozzák, hogy rákerüljön valamilyen szem. Tetszenek, hogy ez szép. Itt vagyok én a nyers, genetikai adottságokkal, pszichés adottságokkal, tudatalattival, szociológiai hatásokkal. Itt vagyok én a nyers, és az a dolgom, hogy megműveljem magam, és a szem megjelenjen rajta. Ikonnál vált. És csodaszép látni ezt, hogy bármilyen fa, tuskó, száraz, görcsös, minden fát megművelnek, lehet ráfesteni. Gyönyörű szimbólum. Aztán annak is a szimbólum a fára festett kép, hogy itt ebben mindig van egyfajta szegénység. Nem drága olajfestmény, drága olajvászon, hanem a szegényeké. Eszünkbe jut Pilészkinek az evangéliumi esztétika kifejezése, hogy egy egyszerű, a szegény embereknek a művészete. Meg szoktam könnyezni, amikor látok egy nagyon egyszerű kis templomban egyszerű fára festett képet, hogy ezek az emberek nem tudtak hatalmas gótikus templomot építeni, egyszerű fára festették a szentet. Mi magunk egyszerű emberek is lehetünk a szentnek a képmásai. Szóval megalapozzák a fát, és utána hát mindenféle titkos receptek alapján elkészítik a festéket, és utána elkezd learanyozzák, az ikon mögött az aranyozás mindig azt jelenti, hogy az örökké valóságnak az ikonjai. Tehát ott már nincs idő árnyék, ezért a háttér aranyozott, az örök történéseket ábrázolja, és tetszenek látni, hogy minden szépen megfestenek, és utána szépen lassan elkezdik megfesteni az arcot. Az arc és a kezek az utolsó, azt a legnehezebb megfesteni. Tulajdonképpen a tekintete a lényeg az ikonnak. Na azt nem könnyű. Azt nem könnyű. Hadd mondjak egy példát. Egyszer meghívtak egy kiállítás megnyitójára, hogy beszéljek az ikonokról egy picit, beszéltem róla, és mondom nekik, hogy az ikonfestő a festés közben mindig böjtöl és imádkozik, igyekszik Istennek a jelenlétébe lenni, hogy tudja jól megfesteni azt az ikonot. Hogy az Isteni is legyen, ne csak a saját. Na megint utána odajött hozzám egy ilyen nagy bozontos festő, mondja, hogy ő egy híres festő, hát mondom, bocsánat, most berem. Mondja, hogy egy híres festő, és hogy tudja, hogy én miről beszélek. Mondom, miről beszélek. Azt mondja, hogy ő is festett ikonokat, mert ő egy jó kezű festő, kipróbálta magát ezen a területen is. Aztán elment Erdélybe, és ott betért kolostorokba, és látta azoknak az ikonoknak a tekintetét. És azt mondta, hazament, és az összes ikonját kisbaltával fölvágta, megértette, hogy ő ezt nem imádságban festette. Azt mondja, hogy atya azoknak az ikonoknak tekintetük volt. Hát olyan emberek festették, szerzetesek, akik egész nap szemeztek az Istennel. Tekintet az az izgalmas. Az az izgalmas, hogy az ikon úgy is mondjuk ablak, hogy mögül az Isten néz rád. És jó előtte, jó előtté megáll. Az ikonokat szeretjük gyertyával megvilágítani, és nem jó neki ez a sok reflektor, ezt mi is elrontjuk olykor a görögkatolikus templomokban, nem reflektor kellene, hanem sok-sok gyertya, meghítség. Ahogy ezek az arcokat rétegekben festik rá, rétegekben, és kérem, ahogy a gyertya lángja táncol az arc előtt, az arc életnek kell, szó szerint. Hihetetlen, több évszázados, évezredes tudás van mögötte. Az ikonokat nem szabad lámpával megvilágítani, csak gyertyákkal. És ez a sárga meleg fény életre kelti az ikonokat. Na most, ha az ikonokat lélekben festették, akkor nekem is, ha megállom az ikon előtt, lélekben kell megállnom
nem egyszerűen művészettörténeti órán. Hiszük azt, hogy ha lélekben festették az ikonokat, és itt most a hallgatók is lélekben figyelnek, akkor lesz egy-két olyan ikon, ami nagyon meg fogja önöket szólítani. Fogok betíteni majdnem, hogy 100 ikont, nagyon sokat, hogy azt szeretném kérni, hogy lélekben nyitottan nézni a képeket. És engedni, hogy a lélek bendítsen meg bennem dolgokat. És mire ki fogunk menni, lesz két-három olyan ikon, ami engem nagyon mélyen megjött. Most azt szeretném mondani, hogy ha ilyen lesz, azt nem papírus csinálom, hanem ott nekem dolgom van. Az ikon nekem kinyilatkoztatott valamit. Szóval úgy tessenek nézni a következő ikonokat, hogy olyan üres lapa, hogy engedjük, csak fájfalkat nézünk, és a fájfal mögé pillantanunk. Egy picit. A Pantokrátor. A Pantokrátor ikonon azt látjuk, hogy dicsőséges trónján ül az Isten, angyalok hordozzák körbe, meghajol felé Mária, a női nemnek a teljessége, és keresztelő János, a férfi nem, a nagyon macsó, a nagyon férfi, meghajol felé, a férfi és a női létnek a teljessége meghajol Krisztus felé, és azt esetleg nézni Pantokrátorban, úgy szokták hívni, hogy a mindeneket megítélő Isten. De ne egyszerűen az ítéletet, hanem azt a hatalmat tessenek. Ő Kürius, Úr, hogy neki van hatalma. Annyiszor mondjuk a misén Uram irgalmazta, hogy mi az, hogy Úr. Az Úrban az olyan, hogy neki vannak lehetőségei. Olyan lehetőségei, amit te még nem ismersz. El kéne válnunk, rákos lettem, jaj, most gyászolok, mi lesz. Hogy olykor mi nem látjuk a továbbot. És amikor azt mondod, hogy Kürius, Uram, akkor azt jelenti, hogy bízom benne, hogy te még látsz olyan alternatívákat, amiket én nem. És nem akar cinikus lenni, depressziós lenni, öngyilkos lenni, kiborulni, kapkodni. Úr, tetszett kérdezni, Úr, Kürius. Aztán az Úrban benne van az, hogy felé bizalommal lenni. Az az Isten, aki teremtette a világot, aki pórázott tartja a történelmet, aki minden szál hajókból tud bizalommal lenni ő felé. Bizalommal. A legmagasabb rendű hit nem az, hogy mindent tudok az Istenről, hogy pontosan értem, hogy Isten hogyan osztja a kártyákat. A legmagasabb rendű hit a bizalom. Hogy én ebben a Kürioszban bízom. Uram, fejeteket hajtsatok, és bizalommal az ember meghajtja a fejét a Kürioszt. Ennek a Kürioszak az alapimája az a doxológia, a dicsőítés. Dicsőség legyen neked, Uram. És akkor utána mered kérni, hálát adni, bocsánatot kérni, de a dicsőítés, hogy odaállok és dicsőség legyen a magasságra az Isten. Rendkívül fontos a doxológia. Ez ránk süt a nap ilyen. Engedjük, hogy a nap, ez itt a fény ránk süssön, és utána jöhet a hétfőket szerve meg a többi. Tetszenek érteni, hogy van benne egy nagy vonalúság, egy elbűvölés. És ez a kulcs szó az én morálisomnak, hogy elbűvöltségből jónak lenni. Nem a parancsok, a neveltetés, a szokások, a pokoltól való félelem miatt, hanem hogy elbűvöl az Úr, a Kürios, elbűvöl és elbűvöltségből nyúlnak vele. Amikor bemegyünk a templomba, ehhez a Pantokrátorhoz megyünk, a Kürioshoz, akit a világban olykor kinevetnek, meg csúfolnak, meg rejtőzködik, a templomban teljes hatalmával jelen van. Na ezért illetem, amikor is sasszízunk a térhajtás alatt, meg ilyenek, hogy méltatlanul ülünk, állunk a Küriosznak a jelenlétében, a templom, az a Kürioszak a trónterembe. A trónterembe megyünk be, az Úrhoz megyünk be, végtelen bizalommal. A templom építészetben keleten a kupola jelenti azt, hogy ez a Kürios, ez fölénk hagyol, és azt látjuk, hogy a kupola tetejében mindig ezt a Pantokrátort festjük, aki áldást ad rá, ez van a kupola tetejében. Picit más, mint a gótika, ahol így az Istenit egy kicsit így magasra, messzire viszik a gótikus vonalat, a kupola nem engedi, mindig fölé hajol, mindig fölötte vagyok, és tetszenek látni áldó kézzel, áldó mentalitással, ott vagyok fölötte, és látom, tudok minden hajszálatról, betegségedről, a csekkjeidről, az igazságtalanságairól, hogy fölötte vagyok, és megáldalak téged. Gyönyörű. Olykor ikon angyalokkal leszünk, ő lesz a Pantokrátor,
kerülmangyalokkal és az összes többivel. A tanító Krisztus. Ez az egyik legszebb tanító Krisztus ikon, ezt egy polgárszerzetes festette. Mit kell látni az ikonon? Hát két színű ruha, a bordó színű ruha jelenti azt, hogy valódi Isten aranyszegéllyel, és arra fölvesz egy palástot, kék, zöld vagy barna, a természeti színeket, az emberi természet. Csak ilyen színekkel szabad ábrázolni, akármilyenre nem lehetszik festeni. Két színű ruha jelenti az unió hipostatikát. Egyszerű ember nézi az ikont, és mit lát? Hogy Isten emberré válik azért, hogy én isteni tudjak lenni. A keleti teológia úgy hívja, hogy anabasis katabasis, magyar tanul ez azt jelenti, hogy Isten leemberül, hogy az ember felistenüljön, hogy megszenteljön. Tetszett, tehát amikor ezt nézem, látom benne a magam sorsát, a magam nyers természetét, fölveszi Krisztus az emberi természetet, és én is tudok lassan megszentülni ezt fölvenni. A kezében mindig az, hogy öröm híre van az evangéliuma, az ujjaival úgy ad áldást, hogy az ICXC, a Jézus Krisztus monogramot ábrázolja, a mutató ujjunk az I betű egyenesen, utána van egy C betű, IC, utána ezt a két ujjunkat keresztbe rakjuk egy kicsit össze, ez a ki, ez a K, és utána a kis ujjunk megint egy C, ICXC, a görög pap így ad áldást. És a görög hívek azért lettek fordítva keresztbe, hogy az áldást úgy másolják, hogy a pappal a kezük, a pap kezével együtt hozzuk az ő kezük. A legfontosabb az arc. Az a legfontosabb. Tessenek nézni ezt a kiegyensúlyozott arcot, amiben azért van dráma, és van egy végtelen nyugalom. Na ezzel az arccal, ezzel lehet élni, amikor szerelmes vagyok, boldog vagyok, sikereim vannak, vagy akkor is, amikor nagy fájdalmai vannak. Az ilyen félrehajtott kicses Jézuskához nem tudok oda menni, amikor édesanyám beteg. Ehhez van a dolgok. És azt sugallja, hogy vele nem biztos, hogy mindent megold, meseszedve, ahogy én szeretném, hogy én fütyülnék neki, vele vagyok. Hihetetlen erő van benne. A tanító Krisztus nekünk egy nagyon drága ikon, ez az alapikonunk. Bármilyen helyen is kezdünk el szertartásokat végezni, ez az alapikon, ezt mindig kirakjuk. A tanító Krisztus tetszett látni két színű ruha, áldó kezeivel. Azért izgalmas ez, hogy Krisztus orvos is volt, Krisztus harcos is volt valamilyen értelemben, király is volt, és mégis a tanító alap lett a legfontosabb. Ezen tesszük többen, amikor tanítják a gyermekeiket, unokáikat, amikor tanítanak az iskolában, amikor tanítják mestert, szakemberként a beosztottjaikat, a tanításban van valami nagyon krisztusi. Valahogy a tanításnak a mentalitását az Isten különösen kitünteti, jó dolog tanítónak lenni, mesternek. A hegyi beszéd tele van puskaporral. Olyan nyugtalanság van a hegyi beszéd.
beszédben, hogy nem hagy békén. És ez az ikon is olyan, hogy testenek nézi, nem az elitnek tanítja a helyi beszédet, az akadémikusoknak, meg a doktoroknak, hanem minden sánta, béna, öreg, diplomás, diplomátlan, mindenkinek szól a csúcs igény. Mindenki meghívott a csúcsra. Nem hagy békén. A helyi beszéd is, és az ikon is jól mutatja, hogy mindeneket vonzott magamhoz. Jól Krisztus követőnek lenni, ez nem egy nyugalmas dolog. Állandóan nyugtalanít, nem hagy békén, hív az igényesebbre. Jó dolog ez, úgy mondja Newman Bíboros, hogy nagyon legmélyebben Krisztus igényelemben. Aztán ezek a tanítványoknak a szép küldés, az apostoloknak a küldése, az benne az izgalmas, hogy Krisztus nem írt egy sort sem, hanem találkozó embereket hagyott hátra, találkozhatok az emberekkel. A találkozás szó lesz a legdrágább. Benedek pápának a legnagyobb mondata az, hogy a hitünk kezdetén, keresztény létünk kezdetén nem egy eszme áll, nem egy jó könyv, nem egy okos előadás megítése, személyes találkozás. Gondolj csak mindenki vissza a szüleire, apjára, barátnőjére, barátjára, hogy láttunk hívő embereket, és azt vonzott magával minket. A Krisztus, amit hátra hagy, az nem egy fájl, nem egy könyv, nem egy ikon, hanem élő találkozás. Na ez egy drága dolog, hogy találkozásban lenni. Az a jó élet. Istennel állandóan találkozásban lenni, ezek a szentségek, ez a liturgia, ez az imádság, az emberekkel állandóan találkozásban lenni. Ezt tessenek csinálni sokat, és keresni a találkozásokat. Az elmagányosodás az az istentelenség, a magány, a szeretetlenség az rossz. Találkozásban lenni. Hát ezt ismeri mindenki, ez az ikon, a barátság ikonja, hogy Krisztus a kezét oda teszi az apának a vállára. Az Isten kapcsolatnak én azt hiszem ez a csúcsa, ettől még én is messze vagyok. Hogy mélységes mély barátság lesz Krisztusra. Erre én is látom. Én annyit tanultam Krisztusról, én annyit beszélek Krisztusról, én annyit imádkozom Krisztusról, de az a mély barátság, amit néhány idős testvéremnek szoktam látni, az még előtte. Várjam arra, hogy ez a csúcs, és az ikon ezt olyan szépen ábrázolja ezt a... Nem vagy már szolga, nem vagy már cseléd, itt állok a helyből, amiből én ittam, te is fogsz írni, barátomnak nevezett téged. Csodálatos. Karácsonyi ikon. Hát ez tömény teológia. Ha valamire erre nagyon jellemző az, hogy nem esztétika akar lenni, és nem természetes, nem fénykép akar lenni, mi történt ott, hanem tömény teológia, a magja ennek az ikonnak a negyedik században kész a bölgyökből. Negyedik században. Nagyon ősi dologgal vagyunk szemben. Mit látunk? Látunk három hegyet, egy, kettő, három, szentháromságot. A hegy, mint az Isten szimbólum, ami ott a magasban. És a középső hegy fog kettő hasadni, a középső hegy a Krisztus, azt fog megtestesülni. Itt van az Atya, az Atyát soha nem szeretjük ábrázolni ilyen szakállas öregkúrnak. Az Atyát csak Krisztus látta. És szeretjük ilyen felhőnek ábrázolni, őrizni akarjuk a negatív teológiát. Aki tudni akarja, hogy milyen az Atya, az olvassa Krisztus, az evangéliumot. Majd ő elmondja, hogy milyen az Atya. Krisztuson keresztül van rálátásunk az Atyát. Aztán azt látjuk, hogy Máriának óriás az alapja, nagyon mint mindenki másnak, az ő jelentősége a legnagyobb. Vörös, mint a vörös tenger, ami átkelt Izrael. A vörös tengeren kelt át Izrael. Itt Mária az, aki átkelt az Isten, közé jött az Isten. Aztán itt látjuk a sarokban Józsefet. Nem festjük soha az eredeti ikonokon. József ölelheti Máriáról kis Jézus. Ilyen ikonot még soha nem festünk, mert a gyermektől József messze van, nem a biológiai apja. Messze van a gyerektől, és Máriának is még messze van, mert ő még kételkedik, ő még töprek. De mégis ott van az ikonon, és ez nem ünneprontás, hogy a sarokba töprek József. Hány ószövetségi alap van ebben benne? Mózes, Illés, az összes proféta, Keresztelő János, akik így a sarokba töprektek, hogy Uram, ki vagy te, és hogy csináljuk, és jó, és az összes. És aztán maga Krisztus is lesz, hogy egy ilyen helyzetben van csütörtök este, és Krisztus után az összes tanítvány, és mi magunk is szoktunk így a sarokba ülni, és töprengeni az Isten útjairól, aki jól
összekavar mindent olykor. Nem minden tortást oda festeni, hogy tökre jön az Isten útjaiból, és nem mindig értsük. Olyan ember. Aztán a legdrágább az, amit itt látunk középen, ez van kész a 4. században. Nem azt látjuk, hogy istállóban van a gyermek, és hogy gyászokban van a gyermek, hanem azt látjuk, hogy egy sötét barlangban van, és kőkoporsóban van, halotti gyolcsba betekerve. A húsvét. Azért van karácsony, hogy majd legyen húsvét. Azért jött Krisztus, hogy majd egyszer legyen ez. A sötét tünkben születik bele Krisztus. Ennek óriási igaza van karácsonykor. A karácsonykor mi csináltunk egy olyan ünnepet, hogy csak bizonyos embereknek van jó karácsonyok. Van szép karácsonyfája, sok ajándéka, bejössz akkor a felesége, tehát azoknak jó karácsonyok van. Az összes többileg, aki elvált, aki özvegy, aki szegény, akinek nincsenek itt a szeretetei, hogy mind szomorkodjon karácsony. Csináltuk belőle egy olyan ünnepet, hogy magunkra szóljon, és ez hiba. A karácsony egy teológiai ünnep. Kinek van jó karácsonya? Mindenkinek. Kisebb-nagyobb sötétsége mindenkinek van, és az én sötétembe születik bele Krisztus. Mindenkinek. Ünnepre a karácsony. És azt látjuk, karácsonyi ikonon, hogy Mária elfordul, és a közelebből látnánk, az arca nem egy vigyorgó arc, hanem egy drámai arc. Majd mindjárt mondom, hogy miért. Ugyanezt látjuk, a barlangban ott van kősír, az Isten szűrő hatalmas alapja. Hát ezt még itt nem mondtam, hogy ez a szőrös alap, ez maga a sátán, maga a gonosz, aki kísért Józsefet. A legszebb ünnepi ikonunkban ott-oda festik az ördögöt. Hát kinél nem történik meg, mint karácsonyfa állításnál, hogy ilyenek az ördög belepiszkít. Tehát, hogy ott van, és az ünnepi ikonra ráfestjük, hogy belepiszkít, ott van, és tudjuk, hogy ott van, de nem borul ki, és nem borítja fel az ünnepet, tudjuk, hogy ott van. Gyönyörű szép. Ezt az arcot tessenek nézni, ez gyönyörű szép, hogy odahajol az Isten szülő Jézusnak az arcához. Ez az arc tulajdonképpen a nagypénteki arc, és majd ennek fogom a párját mutatni, amikor a halott Krisztus arcához teszik az arcát nálunk. Már Márián is látjuk a nagypénteket. A húsvét és a nagypéntek, a föltámadás már itt jelen van. Ott van az ördög, a gonosz, angyalok, pásztorok és a három hegy. Gyönyörűen látszik, az Atya testvérek, mint Krisztus. Hát önök is, én is azon töprengek, hogy ki az Atya és mit akar vele. Mindannyian ez is rá. Hogy ez titok, misztérium. És ha akarom látni, akkor Krisztus az ajtó, ő rajta keresztül tudok egy kicsit átlátni az Atyát, hogy is csináljuk együtt. A saját útja Krisztusnak, 12 éves Krisztus látjuk. Két dolog izgalmas, itt egyrészt az, hogy Jézusnak volt egy messiás öntudata. A messiás öntudatot, hogy nekem Atyám házában van dolgom, ezt nem lehet megtanulni. Ez kezdettől fogva valahogy egy Krisztus úrunkat kitüntette. Ezt nem adta neki Mária, meg József, meg senki, hanem ő ezt tudta, hogy én ki vagyok. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy Krisztusban is fejlődött a saját messiási útja. Ő is kereste a maga útját, hogy legyek egy messiás, mi is az én dolgom. És ez nekünk nagyon jó, tudni azt, hogy Krisztus is volt pubertás, kamasz. Ő is lepattant egy kicsit Máriáról is, meg Józsefről, és mint minden rendes kamasz, hogy teszi a dolgát, teszi, keresi a saját útját. Aki kamaszokkal küzdeni, tessenek ezt az ikont otthon kitenni, és merítheti belőle, hogy Krisztus is ezt az utat járta végig, és hogy mondják a patisztikus atyák, hogy amit Krisztus fölvett, abban megváltott minket. Fölvette a kamasságot, de azt is megváltotta. Az sem egy istentelen folyamat, hanem azt is megváltotta. Aztán fejlődik a messiási öntudata, vízkereszt lesz az a nagyon fontos állomás, ahol teofánia történik. A teofánia azt jelenti, hogy megjelenik a Szent Háromság. Tessenek nézni az Atya, halljuk a hangját, nem látjuk. A lélek galamb képében, és magát Krisztus emberi alakban megjelenik a Szent Háromság. Isten nem egy darab személy, hanem Szent Háromság. Történelemben itt derül ki először, itt mutatja meg Isten teljesen meg önmagát, hogy egy Szent Háromság. Miért nem mindegy, tessék oda, hogy egy Isten vagy háromszög, minden tök mindegy. Azért nem mindegy, mert egy egyszerűen, egy személy Isten, egy személy, egyfajta akar, egyfajta gondolkodás. A Szent Háromság.
multikulturalizmusnak, másságnak, különbözőségnek, férfi-nőben egy. A kereszténység abban a vallásban van több tisztelet a nőknek, több tisztelet a kisebbségnek, a másfajtaságnak, ahol az Istenben is van színesség. Nem mindegy, hogy egy egyszemélyi Isten, egy háromszemélyi Isten, akiben van színesség. Másrészt, mi a Szent Háromság képére, ha teremtve vagyunk, az azt jelenti, hogy maga az Isten is szeretetben él. Ez nem egy unalmas szeretet, hanem ez egy dinamikus szeretet. És mi ennek a képére vagyunk teremtve, az a lényegünk, hogy szeressünk. Aki elmagányosodik, mindegy, hogy egyedül él közben, elmagányosodni nem szabad. Az a lényegünk, hogy szeretetben vagyunk teremtve. Ennek a Szent Háromság Istennek a képére vagyunk teremtve. Na ezért drága ikonik. Másrészt az a fontos itt, hogy Krisztus felett is kiderült az ég. Tehát amikor be van borulva fölöttünk az ég, nem értjük az Istent. Mit akar velem az Isten? Pont nekem, nehéz alternatívák, elköltözünk, ne költözünk. Amikor ilyen nehéz a helyzetünk, és amikor kiderül fölöttünk az ég, ahogy Krisztus fölött kiderül, tudja mi a dolga. Elmegy bőjtől, és utána elkezdi a messiási működését, a nyilvános működését. Erre várunk mindannyian, hogy derüljön ki fölöttünk az ég. Uram, mit akarsz? Hogy csináljuk együtt? Erre várunk. Tehát ez egy gyönyörű start Krisztus messiási szolgálatában. Kiderül, megszólal az Atya, te vagy az én fiam, gyerünk. Nem erre várunk, mint annyi a derüljön az Úristen. Itt ugyanazt látjuk, az Atya, a Lélek és Krisztus ott áll benne. Hát ezt kérdezhetnék, hogy ezek egy kicsodák. Ez egy témolog igazából, ókori képekezet. Mit akar ez igazából? Hogy az anyagvilág az már nem démonikus. A prima matéria filozófia. Az anyagvilág az nekünk nem ellenség. Tetszene tenni, mit teszünk be? Dualizmus, buddhizmus, Platón, a test rossz, fúj, az anyagi világ, pénz, politika, fúj. Hanem az anyagvilág, a történelem az, hogy Krisztus beleáll. És ezek a démonokat legyőzik. Tehát az anyagvilág nem az ellenség, nem dualizmus hívja. Nem az a hűde nagy keresztény, aki lenézi a testet, a történelmet, a politikát. Az a hűde nagy keresztény, aki igyekszik ezt megszerelni. Az a hűde nagy keresztény. Ez a kedvenc ikonom, az egyik kedvencem, a színeváltozásnak az ikonja. Hát mit kell látni? Hát egy hétig tudnék róla beszélni. Na, fölmennek a hegyre, az emberi színében látják a tanítványok Krisztust, és a hegyen színében átváltozik, nagyobb, mint a nap, fessenek nézni. Innen süt a fény, ezért ilyen fényesek, mint a szikták. Nem föntről süt a fény, az az Atyának a fénye, hanem Krisztusból süt a fény. Meghajol felé ez Illés próféta, ez pedig Mózes a kőtáblákkal, az Ószövetség meghajol felé. Krisztus a teljessége az egész Ószövetségnek, a proféták és Mózes meghajol felé, ezek pedig hanyatlónak esnek, extázisuk van. És azt mondja Péter, maradjunk itt, olyan jó ez az extázis itt benne, hogy látjuk a te Istenségedet. És mit mond Krisztus? Gyerünk vissza a hegyre, gyerünk dolgozni. Ez egy gyönyörű szép, mit akar mutatni morálisan, hogy ahogy mennek fel az emberi természetén, lassan elkezd átragyogni az Isten. Ez az egész életünk célja. Ahogy haladunk a mennyek országa felé, ne csak öregedjünk, hanem a ránceinkon, meg mindenek előtt mégiscsak ragyogjon át valami Isten. Morálisnak ez a célja, hogy szentek legyünk. Átragyogjon valami szent mögül. És amikor van igazi extázisunk imádságban, liturgiában, kinek nem volt még olyan élménye, valami jó imádsággal, valami jó szentmise után, te vagy kimenni a templomból, felülni a villamosra, megyünk dolgozni. Olyan kár, hogy már végig az mindenkinek kormányra élni, olyan kár gyakor. Olyan jó lenne itt ragadni ebben az extázisban. De hát a történelemben vagyunk, és azt mondja, hogy Krisztus, gyerek vissza dolgozni. Tehát le a földszintre, tessék menni dolgozni, gyereket szülni, politizálni, jól használni a pénzt, a hatalmat, a tudományt. Tessék vissza le a földre, vissza a földre, és megszentelni. Egész életünkben ezt csináljuk, hogy megyünk föl, imádkozunk, aztán vissza le, elmegyünk lelki gyakorlatra, aztán vissza le. Állandóan ezt csináljuk, ezt a járás, hát még egyszer majd végre ott nem maradhatunk a szentnél. Hihetetlen ereje van ezt a sötét, ez hihetetlen ereje. Így sugárzik belőle,
kezében a tekercs, mindig azt jelenti a tekercs az ikon kezében, hogy ő a tekercs által megjövendő messiás, akiről szóltak a proféták, hogy ő benne teljesítve. Ez egy fontos ikon, ami azt akarja mutatni, hogy Krisztus, hogy keresi a messiási útját, amikor nagy csütörtök este töprengünk. Ennek megvan a római katolikus változata is, sokaknál látjuk, ahogy nagy csütörtök este ül Krisztus egy sziklán, és pedig volt ott van előtte. Tetszenek ismerni ezt a képet. Ez egy nagyon fontos kép, azt értették meg az emberek, keleten és nyugaton is, hogy ami nagy pénteken történik, az már csak következmény. Nagy pénteken, ahogy Krisztus viselkedik, Pilátus, keresztfordozás, megostorozzák, a kereszten is végig szeret, ahogy ő ott viselkedik, az hol dölt el nagy csütörtök este fejben. Hogy minden itt dölt el fejben, és utána jöhet a nagy péntek. Tehát valószínűleg Krisztus azért nem jött el a videó korszakában, könnyebb tudunk lenni a papoknak, mert pont nem az a lényeg, amit látsz, hanem amit nem látsz. Belül mire gondol Krisztusunk. És itt hadd mondjak egyet, a legszebb imádság, amit a római katolikusok irigyelnek, az a keresztút. Ahogy a keresztúton ráhangolódó Krisztus gondolatai a belső világára, az az egy zseniális, empatikus, együttműködő, zseniális imádság, hogy fejben dőlnek el a dolgok, fejben. Krisztusnál mi fog történni? Van az Atyának egy akarata, a kereszt, és a Logos Krisztusnak két akarata van, az Isten és az ember. Az Isten fiú ugyanazt akarja, mint az Atya. Mint egy tükör, úgy veszi át az Atya akaratát. A Logosnak, az Isteni Logosnak nem kell idő, hogy átvegye az Atya akaratát. Az emberi Logoszának kell idő. Itt az emberi Logosza küzd. Hová kell eljutnia? Nem beszekszik ő az Atyával, hanem igyekszik utolérni, felnőni hozzá. Na ezt csináljuk mindent. És ettől vagyunk megváltva, hogy amikor töprengünk, hogy Atyát hogy is csináljuk, mi az Atya akarat? Az Atyának egy akarata van, hogy üdvözüljünk. És az üdvözüléshez olykor nehéz keresztet keresztül át kell menni. És tetszenek tudni, szerintem hova jutott el Krisztus? Szerintem nem oda jutott el, hogy na jó, akkor felszállok a keresztre, sértődöttem, meg akkor kibírom. Hova juthatott el? Megvigasztalta, majdnem azt mondom, hogy szívesen. Az üdvösség útja ezt kívánja, nekem most a keresztre kell mennem, akkor megvigasztalta, megyek és szeretettel végigcsinálom. Na nekünk is ezt kéne. Hogy betegek vagyunk, hogy küzdünk, ilyen-olyan törések vannak az életünkben, hogy most ez az üdvösség útja, ezen nekem át kell menni. És nem kibírni kell, nem savanyúan, hogy mit raktál rám Istenem, hanem megvigasztalva, szeretettel, intelligensen végigcsinálom. Ez egy nagy küzdelmünk nekünk is. És ebben Krisztus úrunk mellettünk van. Találkozás. Zakeus. Zakeus, mi a vágy emberének hívjuk. Zakeusban a vágya fontos, hogy vágyakozott arra, hogy lássa Krisztus szemtől szembe. Vágyott rá. A vágy szónak Freud óta sajnos van egy ilyen negatív felhangja, pedig a vágy nagyon-nagyon fontos. Freud maga helyén kellene kezelni. Van egy sokkal mélyebb vágy bennünk. Vágyunk arra, hogy lássuk az Isten szemtől szembe, hogy találkozunk vele. Ezt a mély vágyat tessenek felszívni. Nem kötelesség templomba menni, meg imádkozni, hanem vágyom arra, hogy Uram, veled legyek. Azért tudom vágyni az Istenre, mert ő is vágyik rá. Ülj már egy kicsit. Mindig csak mész, meg a gyerekek, meg dolgozol, meg fáradt vagy. Kicsit legyünk már együtt. Ő is vágyik rá. Igazából ezek ketten vágynak egymásra. Mélységes, mély vágya már. Na most, aki ezt a mélységes vágyat nem éri meg az Isten felé, abban is működik, az ki fogja érni másban. A sebesség, az autó, a szexualitás, a pénz, a még több hatalom elkezdi valami mással kiszolgálni ezt a mélységes, mély vágyat. Hát élete második felére, a pszichológusok erről bőven beszélnek, sok zavar lesz az életében, és sok-sok zavar mögött, ahogy Jung mondja, élete második felében, ha alapkérdésekkel bajunk van, mindig az Isten kapcsolattal van a baj. Neked az nincs rendben, azt kéne lehetni. Mélységes, mély vágyat. Lássák el. Természetesen az a cím, hogy mind a kettő teszi a maga dolgát.
tehát Krisztus is vágyik a bűnösre, találkozunk, ez is vágyik arra, találkozunk. Kik a hibások, kik kell maga a ciki? A rendes emberekkel. Akik közéjük állnak, és meg akarják mondani, hogy Istenem, de kihez mehetsz, kihez mehetsz. Ferenc pápa nem ezt érzi. Megszokt. És ide is állnak, hogy te nem mehetsz az Istenhez, te nem vagy méltó. Ugye a rendes emberek, a falat áll, kettő közé álltak. Isten őriz, hogy falak legyünk. Isten és más ember között. Mindig transzparenseken tanítunk. A gyerekeket, ahogy oda viszik Krisztushoz, itt a fordított perspektíva, a testvérek csak nézik, gyönyörűen látszik, hogy így felénk jönnek a vonalak. Bevon minket, akik itt vagyunk, minket is ebben a történetben. A gyerekeket megállja Krisztus. Egy mondatot hadd mondjak ehhez, hogy Krisztus úrunk hulla fáradtan és ráér a gyerekekre. Apukák. Aranyszájú Szent János azt mondja, a 300-as évek, a férfiak legfontosabb dolga, hogy a gyerekeik meg legyenek nevelve. Hivatkozunk a gyereknevelésre, vagy ha részt veszünk, elég nőiesen veszünk részt. Férfiként ott lenni a gyereknevelésre, a férfi szeretettel. Hogy tessenek ráérni a gyerekre. Nagyon rangos iskolában mondta az igazgató, kérdezte, hogy vannak a gyerekekkel, azt mondja, vannak szülők, komoly, intelligens, gazdag, képzett szülők, akik a gyereket programnak tekintik. Oviba két nyelv, rögtön iskolában azt teljesíteni azt, hogy program, projekt a gyerek, befektetésre. Tessenek ráérni a gyerekre. Hullafáradtan is ráér a gyerekek. A gazdag ifjú valamikor találkozik és meghívja őt valami saját útra. Hát a húsvéti lelkismeret vizsgálatban én ezt az ikont szeretném. Ez a fiú, ez rendesen, ez egy rendes ember. Nem öltem, nem loptam, gyerekkoromtól megtartom a parancsot. És Krisztus elkezdi őt valami többre hívni. Ez a történet nem csak a pénzről szól, nehogy azt mondjam, hanem arról, hogy te rendesetnék valami többre hívnak, egzisztenciális szintre, valami többre hívnak. A legtöbben itt azt hiszem rendes emberek vagyok. Adj is úgy megyek tudni, hogyha nem öltem, nem loptam, nem hazudtam. Beszélhetünk, az igazi bűntudatunk abból fakad, nem élek azon a szinten, azon a csúcs szinten, amire engem hív Krisztusból. Lemaradok a legjobb énem mögött. A legjobb lét lehetőségeim mögött lemaradok. A lelki tükröket is azért hát szeretjük is, meg nem is. Mert a lelki tükrök még mindig oda passzírozzák az embert a parancsokhoz, hogy ott tartottad meg a parancsot. Azon tessenek többrengeni, nekem melyek a legsajátabb lét lehetőségeim. Na ezt semmilyen pap, pápa nem tudja, ez kiki a saját élethelyzetében. Hogy nekem melyek a legsajátabb létlehetőségek. Nem vagyok túl öreg, de azt már tudom, hogy a legjobb életemnek a legfontosabb kérdését sem tudja senki föltenni, csak én. Még nem vagy a válasz, hanem a kérdéseket sem. Nekem melyek a legjobb létlehetőségek abban, amiben vagyok. Nekem, és amikor lemaradunk ettől a legjobb létlehetőségtől, na az az igazi bűn. Az az igazi bűn. Nekünk rendes embereket. Ezek kéne többen élni. Lemaradok legjobb létlehetőségek. Itt azt látjuk, hogy a legfontosabb részlet az a kicsi, ott a korbács. A szeretetnek két fajtája van. Van egyrészt ez a gyöngén elfogadó szeretet, kicsit az anyás, a nőies szeretet, és a szeretetnek van egy másik oldal, amit jól elfelejtettünk, de szeretetben van keménység. Ez azért hagyja ki korbácsot a népet, mert nem rosszat akar nekik, hanem kinézi belőlük, hogy tudnád ott így imádkozni is normálisan viselkedni. Tehát nem bántani akarja, hanem a jobbra serkenti őket, hát ókorba vagyunk. De a mozzanat a fontos, hogy sokan mondják, hogy az egyház elnői esetek, sok bennük a kedvesség, gyöngénység, Isten mindig szeret, mindig kedves, persze, de ez csak a fele. A második fele, hogy Krisztus sürget minket, Krisztus szeret. Igényesen, annyit bíz magát, hogy bánsz vele, azok a gyerekek, a tanítványok, az a pénz, az a hatalom, az a potenciál, ami neked van, mit csinálsz vele? De a szeretetben van egy sürgetés, egy kemény. Na itt ezt látjuk. Itt ezt látjuk, hogy Krisztus úrunkban volt erőteljesen felvétel. A csodát. Minden esküvőn, görögkatolikus esküvőn, a kánai lacit olvassuk föl. Ebben az a nagyon fontos, hogy Krisztus elmegy a Laciba, és ugye az új bort, vége az Ószövetségnek, ő hozza az új bort, de én csak annyit mondjak, hogy az örömmel részt vesz.
hogy szemben, ez hogy deparatitizmusról, nem az maradt meg, hogy fakír, hanem elmondta az örömünkre, erre hívott velünk meg másokkal is, hogy tudod örülni a lét. Ha tudunk mi keresztények olyanok lenni, hogy savanyítósokat, mert platonizálunk majd oda, milyen jó lesz, és ezt a föléletet ki kell bírni. Nem tudunk annak örülni, ami van. A rendszerváltásunk azt hiszem, hogy többet irigykedünk, hogy nekem mi minden nincs, pedig egy helyről indultunk, és ő hova jött, én hova jött, többen jött az irigység. Nem tudunk örülni annak, ami van. Krisztus úrunk egy örömteli ember, egy örömteli fizikus. Tehát, hogy vannak keresztények, akik úgy mondja, hogy néma hatja, hogy állandó nagybőjt életstílusban élnek. Nem az, ami ugyanaz keresztény. Tessék örülni a létnek. Örülünk, kávézzék út az Istennek, szeretnék, megint egy fokas erő. Hogy örülni annak, ami van, örülni a létnek. Az ószövetség ember az olyan szépen tudja. Örül annak, hogy a csinos feleség sok, van gyerekei, van javai. Úgy tud örülni a létnek, és az új szövetségben van egy ilyen eszkatológikus eltolódás, egy picit, értsük őt miért, de tetszene kérdezni, az öröm, öröm, megszenteli az örömöt, részt vesz az örömben. Öröm nélkül senkinek nem megy az élete, és ha én moralistaként, fakként azt látom, hogy az emberek nem úgy teszik tönkre az életüket, hogy tönkre akarom tenni az életem, hanem örömtelenni válik az élet. És akkor elkezdenek illegitim öröm után járkálni. Ez ártatlanabb esetben, tudom én micsoda, de tudom, ez képernyő lenni, ital lenni, pénz lenni, hatalom lenni, szexualitás lenni. Örömtelen az életük, és mindenki örömre vágyik. Arra teremtettük az Úristen. Tehát aki a legitim örömöknek nem tud örülni, na majd ott föl fog tolakodni az illegitim öröm. Illegitim öröm. Krisztus úrunk azt látjuk, amikor elmegy Gerázába, akkor ez a pogány vidék, ott vannak a pogányházak, ott vannak a malacok, ugye akikbe belevisz a démonokat, és mennek bele a vízbe, itt vannak a démonok, ezek a kis fekete vidék, és ebben a két halakból tűzik ki a démonokat. Mit kell látni az igényeket? Egyrészt az, hogy Krisztus elmegy a pogány vidékre, a pogányok vidékére, és kockáztat. Nagyon bátor fickó. Nem csak a házon belül, az én ismerőség között, hanem belevágok valami újba. Hát elég zavarják szegény tudom, ugye a gerázai, mert a malac nekik drága, de ez a két ember csak ott maradt, valami csak elindul majd itt is, de hogy kockáztat Krisztus. Nagyon fontos az, hogy a kereszténységben legyen már ez a merünk újba belevágni. Nem ez a félünk mindentől, jaj, csak bűnt ne kövessük el, meg ne legyen hibám meg sebet. Tessék belevágni, bátrabban, a fiatalokat különösen rá kell szúrni. Tessék bátrabban, mert Krisztus is, mint egy rendes férfi, kockáztat, belevág valami újba, elkezd egy vállalkozás. A másik, ami izgalmas, hogy a démonokat maga az Isten tűzi ki, a démonok ezek a sötét gondolatok. Hogy végső soron azt kell mondanunk, hogy a rosszat azt nem tudjuk magunkból kihűzni, nincs önmegváltás. Hanem segítségül hívjuk mi itt a lélektan, a barátainkat, a humán tudományokat, de végső soron a rosszat nem intellektualizálni kell, hanem begyőzni kell. És Krisztus győzi le a rosszat. Tehát kinek milyen rossz gondolatai vannak visszatérő démonjai, mert belső állandó lehúzás, állandó rossz hangulat, belső, érti mindenki, belső démonjai vannak, azt Isten segítségével ki lehet győzni. Meg lehet ezt a szabad. Vele együtt. Vele együtt. Van hatalma ezeket. Azt látjuk, amikor a négy barát elhozza az ötödik barátjukat, a bénát, a Krisztus elé, és Krisztus meggyógyítja testileg és lelkileg is ezt az embert. Ehhez az itthon az egy szót hadd mondjam, társ felelősség. Nem individuumok vagyunk, tankok, akik a mindenki a maga életével foglalkozzon, hanem a barátunk béna lett, testileg vagy lelkileg, elkaptuk és odavittük az Isten elé. Az igazság elé, a szentség elé, a jóság elé, a gyógyulás elé. Hát ezt kéne csinálnunk, amikor a barátunk bántja a feleségét. Amikor a barátunk észlelő sokat dolgozik és nem foglalkozik a gyerekével. Amikor a barátunk kifordul önmagától, a testvérünk, a rokonunk, tetszenek érteni. Dolgunk fülöcsítni a lecsúszó, betegedő, bűnöket elkövető barátunkat, dolgunk elkapni négyen, és dolgunk a gyógyuláshoz segíteni, a szentséghez, az igazsághoz, a jósághoz odavinni. Sokkal felelősebbek vagyunk egymásért. Ez gyönyörű szép téma, hogy négyen be
A vaknak a meggyógyítása. Ebben az ikonban az az izgalmas, hogy magának a gyógyulónak tennie kell azért, hogy meggyógyuljon. El kell mennie, meg kell mosakodni, és tesznek át ezt a utat, ez a keresztelőt utat mutatja. Nem egyszerűen egy víz, hanem a keresztségben tisztítja meg a látásunkat, az értékrendszerünket. A keresztségben tisztítja meg a Nagyisten, hogy lássuk. Ezért nekünk is tenni kell a gyógyulásunkért. Hát ezt a fiataloknak hadd ajánljam, Péterünk is kockáztat. Lépked egy párat a vízen, aztán egy út fürdik. Tehát megvan a heti fürdés. Én, uram, én is hadd menjek vízen, gyere Péterem, fürdsz egyet, nem baj. Mert kockáztatni. És Krisztus is engedi, hogy hadd hibázzon. Engedni hibázni. Mert nem a végzetes értékben. De hogy ha mindig így félában állunk, és jaj, csak a halál biztos, akkor merek dönteni, nem lesz termések, nem lesz semmi. Merni kell belevágni, a vizen járni, és ha hibáztam, akkor is van valahogy tovább. Szabad hibázni, ez az élet olyan, szabadjon már hibázni, nem végzetes. Tehát van itt az egy differencia, de mi nem arra törekszünk, hogy hibátlan legyen az életünk, szabad hibázni is, még amely a fürdünk is egy. Példabeszélek. A 10 szűz, azt látjuk, ahogy az ajtót bezárják, és itt van az 5 balga szűz, itt van az 5 kokocs szűz az olajjal, és ott van a bőlegény. Ott van a bőlegény. Ez az ikon, ez az életvezetésről szól. Az olaj, az a kegyelmet jelent, mindig csak kegyelmet jelent az olaj. Ezek attól okos szűzek, hogy a kegyelemmel együtt működnek. Ezeknél elfogy a kegyelem. Elkezdik jól, és aztán mégsem. Nem elég jól elkezdeni. Nem működnek együtt. Az a szörnyek urak, a napi imádság, a liturgia, a rendszeres szentáltozás, gyónás. Együtt működni a kegyelemmel, hogy legyen olajunk végig. Krisztus kimondja azt a úgy szót is, hogy ezek az okos szüzek, akik bejutnak, okosnak lenni. Nekem a kereszténységből nagyon hiányzik, hogy okosság. Kicsit szakszerűnek lenni a házasság vezetésénél, a szakmámban képezni magam, a hitben, teológiával foglalkozni, a sebeim, a keresztek hordozásával szakszerűnek lenni, kicsit okosabbnak lenni. Nem csak jámborságból kereszténynek lenni, hanem okosnak lenni. Az irgalmas szamaritánus ikonja, azt látjuk, hogy az ember kifosztják, kicsodát kikarabolt, maga a gonosz. A gonosz kifosztja az embert, oda kerül Krisztus az irgalmas szamaritánus, aki bort, olajat tölt a sebekre, elviszi a fogadóba, és egy jó kiszámolt összeget ott vagy a fogadóba, ott vannak azok, akik ott hagyják. Tessék, ez a perspektívát megint a vonalak felé mutatnak, minket is be akar vonni a történetbe. Mit szeretek ezen az ikonon? Hogy a Krisztus szeretete milyen? Egyrészt nagy vonalú. Tényleg azt látjuk, hogy az elesetten segítés kész nagy vonalú, másrészt szakszerű. Tudja, mit kell csinálni, és jól kiszámolt összeget vagy ott. Migránsokra nem költeszte le össze. Akik fontosak, sorrend, hogy okosnak lenne a szeretetben. Akarunk mi nagy vonalúak lenni mindenkivel, társadalom lecsúszott rétegeivel. Mindenkivel, a saját unokatestvéremben, hogy tetszenek látni, hogy nem esztelen. Nem az a szeretet, aki esztelen. Olykor több bajt csinál. A szeretet, az okosság hozzátartozik. A logosz testesült meg, és a logosz. A logosz nem az új jogás testesült, hanem a logosz. A szeretet és az intelligencia szorosan összetartozik. Mint szeretet. Nagy vonalúan, de logosan. A tékozló fiúknak a története. Két fiút látunk, az egyik az, aki elhagyja az atyai házat, ott elmegy, a vágyainak él, és aztán ott megtér, és majd hazajön, és az atya, hát maga az Isten, magához ölelik. És a másik fiú pedig itt van, a másik tékozló fiú, aki meg nem akar bejönni, az örömre ott várják le a borjuk, meg zenélnek, meg minden. Két tékozló fiú. Az egyik jelenti a görögöket, az ókori görög világot, akik a vágyaiknak élnek. És a vágyaik miatt meg tönkre az életük, hogy elszakadnak a tórától, a törvénytől, elszakadnak az Istentől, istentelen életet élnek. Hát Isten őriz, drága fiatalai, kimennek Londonba, meg mindenhol, és elszakad a gyökértől, a tradíciótól, a hittől, és a
másfajta fiúk, pedig ez a zsidókat jelképezik, akik meg szigorúan megtartják az összes előírást, mennyit dolgoztam én neked, atyám, de közben valahol szívtelen lesz. Az egyik a pénzét szórja el, a másik szívét. Közben meg szívtelen lesz. Egyik fiú sem igazi. És erről szól az egész Krisztusnak a fellépése, hogy meg akarja menteni a görögöket is, akik a bárgyaiknak élnek, a pogányokat is, és meg akarja menteni a zsidókat is. Hogy ő mindenkinek a megváltója, mind a két tékozó fiú elé oda megy. A vámos és a farizeusnak az ikonja, hát ez nekem szól a rendeseknek, akik előre megyünk imádkozni, hogy hetente kétszer bőjtök, mennyit dobok a perselyre, én milyen rendes ember vagyok, ezzel ott megáll hátul, hogy én milyen bűnös vagyok. Melyiken van az Isten áldása? Ezen. Ez az ember, ez ilyen adott-kapott kereskedői viszonyban van az Istennel. Én ennyit adtam, most te jössz. Nem így vagyunk az Istennel. Ez az adott-kapott viszony, hanem könyörülj rajta. És tessenek ez az Isten áldása, nem úgy van, hogy ezen van nagyon, ezen meg egy kicsit, ezen egyáltalán nincs. Ez nekünk a rendes embereknek egy komoly figyelmeztetés, hogy rendes vagyok én, vagy egy szívem, mennyire van szívem. Szívem. Ez ennek egy gyönyörű szép ikonja, akik magukat fölmagasztalják, azokat megalázzák, akik magukat megalázzák, azokat majd fölmagasztalják. Meg fog történni cserek. Gyönyörű szépen mutatja az ikon. A magvetőnek a példabeszéde, ebben az az izgalmas, hogy elvedik a magot, ott van a konkoly, a gyom, felnő a húza, a gyomat a világ végén tűzre vetik, hogy termést pedig beviszik az atya házába. Mi ebben az izgalmas, hogy most itt járunk, ez a történelem, hogy fontos, hogy legyen az életünkben termés. Húsvéti Jónás, az egy komoly bűn, hogy nem hozott meg nagy döntéseket. Nincsenek az életedben jó termés, pedig lehetnének. Tessék időben jó döntéseket meghozni, legyen termés, legyen húzza az életedben, nehogy meddőnk legyen. A másik, ami izgalmas, hogy azt mondja Krisztus, hogy szabad ezt meghagyni, ezt a konkolyt, nem arra törekszünk egyedül, hogy hibátlanok legyünk. A tökéletesség, a szentség nem hibátlanságot jelent, hanem azt jelenti, hogy igyekszünk az Istenben termést hozni, osztatlan szívet jelent. Gondoljunk Péter, nem volt egy hibátlan valaki. Abban tökéletes, hogy szeretjük Krisztus. Szeretjük Péter szeretjük Krisztus. De van gyom az életünkben, tehát nem az a törekvés, hogy minden gyomot kiírtsuk az életünkben. Mindannyian ezzel küzdünk. Hirtelen vagyok, indulatosabb vagyok, lustább vagyok, melyeknek milyen gyomjai vannak. Hát úgy szemmel tartom, hogy nagyon ne nőjön meg, ne tegye tönkre a termés, de nem az a cél, hogy mindent kiírtsuk magunkból. Az a cél, hogy a nagy dobásai, ezek rendben legyenek. Húsvéti Szent Jónás, kicsit azt érzem, hogy sokat gyónjuk a piszkogó bűnöket, és az igazi nagy bűnökkel is tűnik. A piszkogó bűnöket meg se kéne gyónni. Nem ez a fontosabb. Van egy nagy dobás, nagy termés, termést hozni a szőlőtő, ugyanezt a képet akarja mutatni. Termést hozni. Isten értünk jön. A jó pásztor képe, ahogy fárad, ez az izgalmas, fárad értünk. A nulladik lépést Isten teszi meg értünk, hogy elmegy az eltévedett életben, drága neki. Drága neki. Ne legyünk egy zárt kettő. Ferenc pápa ezt jól érzi, hogy akik tökéletesek dogmatikailag, a hitben, a kánonjogilag, a házasságban rendezett, azok tartoznak hozzá. Ne legyünk egy ilyen zárt kettő, hanem eltévedett után menni, az is hozzá tartozik. Titkos vacsora, mi nem utolsó vacsorának hívjuk, hanem titkos, misztikus vacsorának. Azt kell itt látni, olyan az egész, mint egy körtánc ikonon, és két alak ebből a körtáncból elhajol. János oda hajol Krisztushoz, Júdás pedig kiszáll ebből a táncból. Mindannyian így vagyunk, egy ilyen nagy körtáncban az Istennel, és vajon én merre fogok hajolni? Uram, közelebb hozzá, barátságba kerülök, itt van a fia, barátságba kerülök veled, vagy el, kiszállok ebből a körtáncból. Misztikus vacsorának hívjuk, a liturgia nem egyszerűen az utolsó vacsora emlékezete, mert akkor csütörtökön lenne, hanem a föltámadottal való lakomának is a képe. Ez a misztikus vacsora ugye arról szól, hogy a természetes, a nyerset, kultúrájuk, a szőlőt és a húzát megbűveljük, akkor lesz a kenyér és a bor, és az válik majd eukarisztiává. Itt van egy folyamat,
szentségi szinten akarjuk élni. A daganatomat nem egyszerűen egy biológiai történésnek tartom, nem is a humanista szinten ki kell bírni a gyak, hanem Krisztus keresztjében részesül. A munkám nem egyszerűen pénzkereset, nem is egyszerűen önmegvalósítás, hanem a teremtővel való együttműködés. Teszek érteni, hogy életünk minden részterületét, nem egyszerűen a nyers területeket műveljük, kultúráljuk, hanem igyekszünk szentté tenni. Az a sok szúrós tekintet, a láncsák, a kardok, mind-mind Krisztus felé irányul, ami a legjobban neki mégis fáj, az a Júdás csók. Ezek nagyon összetett arcok. Ez egy festő. Mi a görög liturgián mindig elimádkozunk azt, hogy nem akarok neked csókot adni, mint Júdás. Júdás csókja jobban fáj Krisztusnak, mint az őt velő barbár katonák kegyetlensége. Még arra emlékezik, nagyobb a bűne, amit kézre adott neki. Tetszene tudni, ez azért izgalmas, hogy a belső kör árulja el Krisztus. A belső körből valaki. Ezek mi van? Igazán fájó Júdás csókot nem tud adni akárki, csak akik a belső körhöz tartoznak. Mi? Adtam én neked annyi mindent. Mint apostol, te többet láttál, mint a többiek. Te több csodának, több tanításodat láttad, hallottad, mint a többiek. És erre a szintre jutottál. Ez rám ugyanígy igaz, annyi mindent adtam neked, és azon a szinten, a mi árulásunk az jobban fáj, mint másoké. Nem akarok csókot adni, mint Júdás. A kereszt az ikonon, ez egy ikon, ez egy szív ikon, a Szent Damiani kereszt. Mit kell itt látni? Kettőt hadd mondjam. Egyrészt az, hogy áll a kereszten, beleáll, mint egy férfi a szenvedésbe. Igyenlőségnek a szeret. Nem egyszerűen fellógatták szegény Jézust, és sajnálatot várt ki belőlük a romantikus keresztábrázolás, sajnálni szegény, teljesen megszűnik az ikon, beleáll a szenvedésbe, mint egy férfi. Kemény. Itt pedig ölel, mint egy anya, az irgalmas, a gyöngéd szeretet. A két fajta szeretet, a gyöngéd, az elfogadó, az anyai, a feltétlen szeretet, és a kemény, a beleáll a szenvedésbe. Ez a két fajta szeretet a kereszten beszél. Amikor meg akarod tanulni jól szeretni, akkor a keresztre kell nézni. És mind a két fajta szeretetet látni. És ezt műveljük magunkban szülőként, férjként, feleségként, papként, mesterként, dolgozó emberként, ezt a kettőt műveljük állandóan magunkban. Ez az egyik, ez a két fajta szeretet, gyönyörű szépen ott van a keresztre. A másik, ami a legizgalmasabb, alig látszik, az atyának a keze. Hogy ott van a kereszt fölött. Egy nagyon pici áldó kéz. Az egész keresztnek tulajdonképpen ez az indítéka az atyának az áldott, ez a nyugalom. Na ezt kéne éreznünk a fejük fölött, az atyának az áldott, ez akármilyen keresztnek szembenünk is. Tesszenek rá, hogy az ikon hitet festnek, hitet. Itt már a mennybe menő föltámadt Krisztus ábrázolja. Nem történelmi esemény egyszerűen, hanem hitet. Ábrázol és megszólít mindannyiunkat. Van ilyen kereszt, amiben a hátulján ott van a föltállott Krisztus, hát azért depressziósabbak, akik meg kéne ilyen fordítani a keresztet. Nézd ezt, és ne a keresztet nézd már annyira, hanem van a föltállás. Keresztekkel szokott lenni ez a felvesz szár, ezt nem szokták tudni, hogy mi ez. Ez a mérleg nyelvét akarja jelenteni, hogy a jobb latornak az útja fölfelé vitt, a bal latornak az útja lefelé vitt. Ugyanolyan körülmények között szenvednek, és az egyik tud megtérni, a másik elkárkozik. Ugyanolyan a takaratunk, az egyik végig tudja vinni, hogy Istennek tetszik, a másik nem. Ugyanúgy van sok pénzünk, vagy nagyon nincs pénzünk, az egyik tud Istennek tetszően gazdag lenni, szegény lenni, a másik nem. Egyszer egyébként ugyanolyan körülményekből van fölfelé, és van lefelé. Állandó figyelmeztet és megszólít az ikonot. Ez a föltámadási ikon, azt látjuk, hogy a hegyeket ketté hasítja Krisztus, a halálnak, a depressziónak a hegyét ketté hasítja Krisztus, leszáll oda és összetöri a pokolnak a kapuját, a lába alatt van a sötét, és megragadja az ó embernek, Ádámnak és Évának, megragadja a kezét. Ez egy drága mozdulat, és ő a fény, a világosság, ő van. És rántja föl magával mind a kettőt, ez ugyanaz, gyönyörű szép. Nem egyenrangúak fognak itt kezet, hanem azt látjuk, hogy az erőtlen kezét ragadja meg az erős.
Ugyanígy a morális poklumba is leszállítja Krisztus, amikor mély ponton vagyok, elkeseredett vagyok, szomorú vagyok, törés volt az életemben, megaláztak, elhagytak, erőtlen vagyok, és a gyöngeségemet tudom nyújtani az Istennek, hogy Uram, béna vagyok, ennyi. Megragadja a kezemet, és azt mondja, hogy elég volt kifelé, és viszi. Tetszene kérdezni, hogy megtérés az nem valami szetősze magad, mert gondold át az életet, hanem az Isten ment meg és visz föl. Hihetetlen ereje van. Táncol a halál fölött, legyőzte, összetört a lábaiba, előszól a nagy péntek. Ez az emócia kikonja, összetörve, menekülnek a töréstől, eltört az életük. Azt gondolták majd, hogy ez ilyen jó lesz, hogy eltört az életük, vállás, betegség, igazságtalanság, eltört az életük és menekülnek. Találkoznak Krisztussal, felismerik a kenyértörésben, és itt ezt kell nézni, táncolnak. Ugye lángol a szívünk, így mondja Lukács. Lángol a szívünk, miközben találkoztak Krisztussal, extázisuk van, örömünk van. A vasárnapi liturgián ott van az utolsó vacsora, és ott van az Emmauszakkal való lakoma is. Ezért nehéz jól visézni, hogy benne van a nagypénteki dráma is, a nagycsütörtöki dráma is, meg a húsvéti öröm is benne van. Nem akarunk ilyen újjongó szekta lenni, és nem akarunk ilyen állandó nagypénti élet stílus, hanem mind a kettő ott van benne. A pünkösdi ikon, 12 apostol, az Atya, aki küldi a lelket, misztérium, és küldi a lelket rájuk, ez itt a fogányokat jelenti, ez vagyok én. Várjuk a sötétben, várjuk az apostolokat, várjuk a lélektől eltelt emberek. Az Isten szülő. Azt kell látni az ikonon, hogy a templom függönye félre van hajtva, a zsidó templom függönye. Mária lesz az új szentély, akiben az Isten lakás lesz magának. Tehát már nem az a mi szentélyünk, a zsidó szentély. Mária néha lesz az új szentély, és megjelenik ugye az angyal is, befogadja az isteni kezdeményezést. A máriás lelkület ez, hogy Isten kezdeményez bennem, és utána aktívan Máriának meg kell szülni, ezt a gyereket aktívan föl kell nevelni, ott kell állni a keresztje alatt, el kell temetni. Mária egy aktív nő lesz, nem szeretem, amikor ilyen nácák is azt mondjuk ábrázolják, egy aktív nő, mint itt sok anya közöttünk. Egy aktív nő, de mielőtt aktív lesz, előtte passz. Előtte engedjük Isten kezdjen benne valamit. Ez a máriás lelkület. Engedjük Isten kezdeményezzen bennem, velem, és aztán gyerünk aktívan vele. Mária és Márta története, ahol ott ül Jézus lábainál, utána jön a sürgésforgás. Mind a kettő kell, mind a kettő, de ez az első. A hét első napja a vasárnap. Előbb imádkozni, utána dolgozni. Nem érhet minket az a vád, hogy a keresztények az imádságba menekül. Politika, meg mindenféle gazdaság kérdések, a keresztények óvjuk, elmenekülnek, ne. Mi akarunk jól részt venni a társadalmi életben, akarunk jól részt venni a történelmi folyamatokban, de hol kezdődik a jó részvétel? Előbb Krisztus lábainál ülünk, több reggel, és utána megyünk dolgozni, szavazni, küzdeni. Márgyát az ajtóra, ide szoktuk festeni erre az ajtóra, mert ezen keresztül jön majd ki a pap közé, és fog minket megáldoztatni. Az ajtó, Mária az ajtó, akin keresztül közénk jön az Isten. Ezt az ikont, ezt a szentélyekre szoktuk lefesteni, Mária, aki magában hordja Krisztus, és aztán aktívan ebbe a világba beleszüli Krisztus, tessenek nézni, a szentély apszisába festjük nagyon sokszor. Ez a dolgunk nekünk is. Mária a prototípus, úgy mondjuk a prototípus. Máriát nem csak a személye miatt tiszteljük, hanem a modell befogadni az Istent, és utána aktívan erre a világra szülni az Istent. Mindannyiunknak ez a dolgunk. Ácsként, tanárként, miniszterként, ügyeleges anyaként, közvetként befogadni az Istent, és erre a világra aktívan. Én hogyan tudom a szeretetet aktívan ebbe a világra szülni? Ez egy fontos ikon, Mária halálának az ikonja. Mit kell látni? Ott vannak az apostolok, és Mária mellett megjelenik a földtálló Krisztus. Ott van ölében a kis Mária, a lelke, angyalokat körülvéve, és viszi föl maga mellé, maga jobbjára. Ez gyerekeknek olyan fontos mutogatnak, nem halod én tetszeneket. Mikor ezt látja, nagyapa
Krisztus mindig ott van az ágyunk mellett, fog, és utána viszi a lelkünket. Mennyire igaz, hogy a gyerekek el tudjuk mondani ezt a vigasztalásnak, hogy ha meghalunk, akkor a portnak Krisztus viszi magával a lelkünket. Ez a Mária kulcs ikon, egy mondatot hadd mondjak hozzá. Ez egy kegykép. Ez egy kegykép, és a keleti vidéken környezett, ahol az élet nehezebb volt, és most is nehezebb. És mikor ez a két környezet és ezer ember tisztek, meg a 1700-as években, 1600-as évek elején végén volt az első környezet, tisztek, mindenki megesküdött, hogy látjuk, hogy heteken keresztül folyik a szemében a könyv, akkor a császár ezt rögtön elvitte Bécsbe, és a mai napig Bécsben van a Stefánszlomban ennek az eredetije. És ott már nem könnyezett a lapacokat meg. Tehát ott már nem. De csináltak egy másolatot, és ez került Mária kulcsra a másolat, és ez újra könnyezett. Ez miért izgalmas? Könnyezés nem a képnek szól, bocsánat, hanem a nehézetben is most. Ez jó tudni, hogy mellettünk van. Mellettünk van, és én ezt bátran mondom mindenkinek, hogy ez csodatérjük ki. Bárki bárki mond. Bármit kértem ezelőtt a kegykép előtt megkaptam. Egy kezemet, ami meg tudom számolni, mit kértem. Tessenek meg a fáradtságot, és kegyhelyre elmenni, és kopogtatni. Gyerekállásért, gyógyulásért, megromlott házasságért. Tessenek menni, kopogtatni, és kérni az Isten szívét. Van hatalma, bátran esetleg. Na ez a nemes szépség, ez az egyik legszebb, az ikonikus szépség. Ez nem egy Botticelli arc, hanem ikonikus arc. Van benne valami nőies vágy, valami nyugalom, és van benne nagy féltek is. Velünk van. Ez a nagy féltek. Leveszik a keresztül, és odahajol Mária, csecsemő Jézusnál, hogy ezt láttuk. Ezt és ebben van valami dámaság. Nekem az idősebb nőkkel ezt jelenti, hogy dáma. Ebben van valami dáma. Van benne elegancia, egy tapasztalat, van benne dráma. Szentek utolsó sorodat pár képünk. Péter és Pál, ahogy egyház oszlopai, hogy tartják az egyházat. Ezt egy magyar festő festette, Korényi János, nagyon szeretem ezt az arcot, Keresztelő Szent János. Ez egy nagyon összetett arc, gyertelő, gyönyörű, életre kell. Rétegekre a festő, gyönyörű szép arc, dráma az arcában. A keleti atyákat mindig így ábrázolják. Kicsit ilyen meghajtott háttal, igen, körbe háttal, álladdal vagyok, és nem kihúzottak, és nem sokan hajlott meg. És itt is egy összetett arcot látunk. Az első századi atyáknál az ikon mindig fontos volt. Tetszenek tudni, éltek barlangban, nem volt vízvezeték a vizé. Barla, puszta, tényleg teljes szegénység és nélkülözés, de a szép ikonra volt igényük. Legyen már igényük a szép. Magunk élet környezetében, és tudták, hogy egy szép mennyire fontos ahhoz, hogy az életemet tudjam végig csinálni, szép és a szép ikon mennyire fontos. Teológus Szent János, aki lediktálja az új evangéliumát valamelyik tanítványának, és ez a sötét azt jelenti, hogy az Isten titkaiban töpreg. Szent Erzsébet, ez egy újabb ikon, amikor az Erzsébet díjat átadják, hasonló fest az egyik művésztől, amit ismerek, egy papné. És ezzel adják át az Erzsébet díjat, hogy valódi ikonban. A Mikulás. Nem Coca-Cola, nem izé, hanem Szent Miklós püspök. Ez nálunk mindig ott van a minden keleti templomban, a görögkatolikus templomban. Ott van az alapképek között. Hát Mikuláskor nálunk a gyerekek nem szokták venni a csizmát, és ők kiteszik a Szent Miklós ikon. Emlék, van egy kis lábszak, de remények hogy a Mikuláskor kapják a templomban a csomagot. Szent Miklós püspöktől, és tetszene kérdezni, nem mese Mikula, meg szám, meg nem tudom, hanem egy püspök, egy szent ember volt.
az egész keleti egyháznak a kérdésszete. És az utolsó ikon ez a Szent Károcsak ikonja. Hát, mit kell ezen látni? Ez egy nagyon összetett ikon. Először is a három személy, az atyát látjuk, aki egyenesen ül. Ő nem hajol meg. Nem azt látjuk, hogy összeborul a kis demokrácia van. Volt egy nyugati szerző, aki arról írt, hogy a demokráciának az ős formájának az a szentháromságban van. És de ez nem igaz, a keretjeit tiltakozta. Az atya a fő, ő az archív, ő az első. Egyenesen ül. Arany színű ruhában van, alig tudunk róla valamit, egy picit tudunk róla, amennyit Krisztus megmutatott, az a kicsi kép. Krisztus a középső, a kék színű ruhát látjuk, és azt látjuk, ahogy meghajol az atya felé. Itt vagyok, engem küld, majd én megyek. Ez a készséges. És itt van a lélek, aki a zöld ruhában van, az életnek a színe. A lélek, aki elevenné tesz minket. Ő is meghajol az atya felé. Mind a kettőben ott van egy készségesség. Az atya a főnök van, tekintély a Szent Háromságban. Tekintély, van fő, van arché. Középen van egy edény, ebben talán valamilyen állatnak van talán a feje, nyilván az áldozatra akar utalni. Az ikonon azt kell látni, hogy az atya fölött van egy ház, az atyai ház, ahol reményünk sok hely van nekünk is. A fiú feje fölött van a fa, a bűnbeesésnek a fája, amiből lesz majd a keresztfa. A lélek feje fölött szikla van, a puszta, ahol a lélekkel találkozunk. Egy gyönyörű harmóniát látunk, hogy a lábunk látjuk így egy gyönyörű egy pontba fut össze, minket is bevon, és ide akarnak ültetni. Erről szól az egész életünk, hogy üljünk oda. Minden mise, minden imádság, minden szenvedés, örömünk, minden arról szól, hogy jussak ide, üljek ide, feleségemmel, gyerekeimmel, tanítványaimmal, jussunk ide, a Szent Háromság boldogító közösség. Aztán azt is látni kell, hogy ez a két alak olyan, mint egy kehelynek a két oldala, és a kehelyben benne van Krisztus az Eukarisztia. Azt írta egy dolog szerző, ha minden nap fél órát néznék ezt az ikont, azt az egyenességet, azt a készségességet, azt a harmóniát, ami itt van, azt írja az orosz szerző, ha minden nap egy fél órát néznék, nem lenne többé háború földön. Talán családi háború sem. Ezt minden családban, én azt mondom, bocsánat, kötelező kitenni nagyban, a család a Szent Háromság ikonja. És azt, ami ott folyik, van a családban, és legyen tekintély, olykor a férfinál, olykor a nő, a feleségemnek van több tekintély bizonyos területeken, van tekintély, van együttműködés, van készségesség, van dinamika, van az gyönyörűsz. Ettől tanuljuk a családi életet. Ezt minden családba ki kellene tenni. Origenész azt mondja, a legszebb ikon az maga az ember. Válj te is ikonnak. Fák vagyunk, kicsit nyersek, kicsit szárkásak. Ki milyen nyersek vagyunk, de ha megműveljük magunkat és az Istennel együtt működünk, akkor rajtunk is meg tud jelenni a Szentnek a vonása. A legszebb ikon az maga az ember. Befejezésül hadd mutassak néhány könyvcímet, aki akar, majd ezt is megveszem, hogy tudom találni felvételen. Lepahin Valeri írta arról, az orosz kultúra ikonarcúság, ez magyarul elérhető, nem olyan nehéz könyvcím, jó szíjjal ajánlom mindenkinek. Krisztof Schönborn, Oszkár Krivoros írta a Krisztus ikonja című könyvet, az úgy közepesen nehéz, azt mindenkinek nagyon ajánlom. Tessenek el, nagyon-nagyon izgalmas könyv. Rupa Tamásnak van egy olyan doktorátusa, Ecsettel a Szent Háromságból, ezt az ikont elemzi, nagyon-nagyon izgalmas könyv. Két nevet hadd mondjak még, Alexander Schmemann és John Meyendorf. Ők ortodox teológusok, angolul, németül, franciául